búcsúzunk a pengőtől. Forgalomba kerül az új értékálló pénz, a forint. Az állami pénzverőben lázas ütemben folyik a munka. Tömbökké öntik a pénzérmék nyersanyagát, az izzásban levő fémet. A fémtömböket szalagokká hengerelik. Ez még nem forint, ez csak lapkavágás. Az érmek peremét verés előtt kissé legömböítik. Az érem két oldalának mintázása és a perem recézése egyszerre történik. Ami pénzegynyomdában születnek meg a különféle címletű forintbankjegyek. Ez az úgynevezett pantográf, a mintakicsinyítő. Ennyvezéstől lesz olyan ropogós az új bankjegy. Valutareformot akkor vezettük be, amikor még a GDP csak 45-50%-a volt az 1938 évinek, tehát nagyon alacsony volt a termelési szint, és normális körülmények között nem lett volna szabad valutareformot csinálni. Közgazdasági megközelítésben csak valamikor 47, sőt, volt, aki azt mondta, 49-ben kell ezt megtenni. De miután nem volt már fizetőeszközként használható a pengő a hiperinfláció miatt, muszáj volt előbbre hozni a valutareformot. Na most ilyen alacsony termelési szinten nem lehetett többet adni a munkásoknak, mint az 1938 évi bér 50%-át, és az alkalmazottnak körülbelül 35%-át. Most ilyen nyomott bér és fizetések mellett természetszerűleg alapvető kérdés volt, hogy a létfenntartást meghatározó szolgáltatások és alapvető élelmiszereknek az ára irracionálisan alacsony legyen, államilag dotált legyen. Ha ezt most dollárba fejezem ki, akkor mi mindig körülbelül, mert van, aki dollárba gondolkodott, körülbelül 13 és fél, sőt 14 forintos dollár árfolyamban gondolkoztunk, azok, akik ilyen kérdésekkel foglalkoztunk és beszélgettünk. Tehát ebből a kétfajta megközelítésből alakult ki az elképzelés. Hadd tegyem is hozzá és fejezzem be ezt a gondolatot azzal, hogy valójában minket is meglepett, hogy a dollár paritást nem így állapították meg. Ezt pártvonalon állapították meg, a politika állapította meg 11,77 forintban, ami egy nagyon nagy mértékű, viszonylag nagy mértékű felértékelését jelentette az új valutának a dollárral szemben. Most ez a forint valutareform, ez nem egy klasszikus valutareform volt, ez nem szüntette meg a kötött devizagazdálkodást, amely tulajdonképpen az egész kommunista uralom idején érvényben maradt. A dollár megállapításnak mégis volt jelentősége, mert hiszen valaki dollár területre exportált,
és kapott pót dollárbevétele, hogy mennyi forintot kap érte, hát ezt a árfolyam állapította meg, tehát nem volt közönyös ebből a szempontból az árfolyam. Következésképpen az árfolyam, hogy mondjam, egy külkereskedelmi befolyásoló eszköz volt, ezért tulajdonképpen csökkentette a versenyképességet a nem szovjet terület felé, és javította a versenyképességet és a érdekeltséget oda.